Hangjuk a Pakson és vidéken is elkápráztatják a közönséget. A kórus különlegessége, hogy csak férfiak alkotják. 15 éve működik Pakson a baptista férfi kórus. Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. A Hitélet vallási magazin mostani részében többek között a férfi karról is szó esik majd. Köszöntöm a stúdióban Vasadi Teodort, a Paksi Baptista Gyülekezet lelkipásztorát. 15 éves tehát a baptista férfikar. Hogyan alakult meg a csoport, és hogyan ünnepelitek meg ezt a jeles évfordulót? Amikor 2003 őszén Paksra kerültem, akkor aki az ökumenikus imahetet szervezte, úgy tudom, Szabó Vilmos volt, akkor föltette a kérdést, hogy a kórusunk énekele az ökumenikus imahéten. És akkor úgy az volt bennem, hogy hát jó lenne, ha énekelnénk, és tudom, hogy Pakson valamikor vegyes kar működött a gyülekezetben, jelen pillanatban akkor nem működött, és akkor azt mondtam a férfiaknak, hogy mi lenne, ha mi férfiak énekelnénk, ugyanis előző helyemen Soltvadkerten, ahol lelkész voltam, illetőleg Kiskörösön is voltam egy évig ilyen besegítő ügyvezető lelkész, ott volt férfikar mind a két helyen, sőt, közösen is énekeltünk, úgyhogy 30-40 férfi énekelt egyszerre, és nagyon kellemes és jó élményeim fűződtek hozzá, és arra gondoltam, hogy ha kisebb létszámban is, egy 8-10 fővel, de hogy esetleg megpróbálhatnánk. És a férfiak az ügy mellé álltak, elkezdtünk próbálni, gyakorolni, és mire eljött a január 3. teljes hete, az ökumenikus imahét, akkor először Györkönybe énekeltünk az ottani imahéten, utána pedig néhány napra itt Pakson. Így indult tulajdonképpen, ez már 2004. január, és hogyha ehhez csatoljuk az alakulásunkat, és nem a próbához, akkor tulajdonképpen 15 évesek vagyunk. A másik dolog, hogy ez így szóba jött és szóba került, hogy múlt szombaton Dunavecsén voltunk egy kórus találkozón, aminek az apropóját az adta, hogy a dunavecsei Danubia Vox vegyes kar 5 éves volt, születésnapját ünnepelte, és azokat a kórusokat hívta meg, akik valamikor Dunavecsén, vagy a katolikus templomba, mert először ez egy egyházi kórus volt, utána lett városi kórus, vagy pedig a művelődési házba énekeltek. És mi férfikarra voltunk egy adventi koncerten ott, és ott énekeltünk, nagyon kellemes és szép emlékeink fűződnek hozzá, így minket is meghívtak, és akkor énekeltünk, és velük együtt ünnepeltünk. Még rajtunk kívül volt vagy 5 kórus, úgyhogy nagyon színes és szép színvonalas műsor volt. A férfi kórus megalakulása óta hogyan változott? Változott-e akár összetételében, vagy megszólalásában? Igen, azt hiszem, azt érdemes kiemelni, hogy valamikor 4 szólamra énekeltünk, és hangszeres kíséretet csak úgy ritkábban vettünk igénybe, és utóbbi időben rájöttünk arra, hogy az éneklést talán célszerűbb egy olyan irányba elvinni, hogy csak 2-3 szólamra énekeljünk, és a zongorának nagyobb szerepe legyen, sőt, a fuvolának is meghatározó része legyen ebben. És azt látjuk visszaigazolva, hogy ez egy jó döntés, és egy jó lépés volt. Arról nem is beszélve, hogy természetesen 15 év alatt jó néhányan voltak olyanok, akik már nem a férfi karba énekelnek, hanem nyugdíjba mentek, vagy betegek, vagy valami miatt abba hagyták az éneklést, és természetesen kerültek be újak is. Úgyhogy ilyen változás volt tulajdonképpen, vagy ebben a változásban vagyunk most. Hogyan szoktátok általában kiválasztani a dalokat? Demokrácia van, vagy van egy személy, aki javasolja ezeket? Hát alapvetően 2-3 olyan személy van a férfi karban, akinek a zenéhez, az énekléshez úgy szorosabb köze kapcsolata van. Természetesen egyik a karvezető nő, a másik az a fiatalember, aki a gyülekezetben is szokott zongorázni, illetőleg az a hölgy, aki minket kísér zongorán, amikor férfikarral énekelünk.
És hát én csak úgy külsős tagként elmondom a véleményet, már úgy külsősként, hogy tehát nem akarok ebbe olyan nagyon nagy mértékbe belefolyni, és akkor így megbeszéljük a dolgokat. Ők találnak olyan énekeket, amelyek számukra szimpatikus és jó, azt elpróbáljuk zongorával, hogy egyáltalán hogy és mint szól, és akkor ha úgy látjuk, hogy a férfikar képes és kész elénekelni, és van kedve hozzá, akkor elénekeljük. Tehát ebben van egy kis demokrácia is, meg természetesen a zenei vezetők, akik ebben azért alapvetően meghatározók. Kórus találkozókon is részt szoktatok venni, ahogyan említetted is. Hol képviseltétek legutóbb, ugyanahogy mondtad Dunavecsin, de egyébként hol szoktátok még képviselni a várost? A mi egyházunkban az éneknek, zenének nagyon nagy szerepe van, és éppen ezért ez már több évtizedes hagyomány, hogy énekkarokat, zenekarokat meg szoktak hívni valamilyen ünnepre. Általában ezek az őszi háladó ünnepek. Tulajdonképpen egy évben egyszer van egy ilyen nagy ünnep, amikor az egész év áldásaiért, fizikai, lelki áldásokért hálát adunk. És ebbe a keretbe fér bele, és tartozik bele az, hogy különböző módon énekelve, zenélve színesítjük a programot, és nem csak színesítjük, hanem nekem nagyon nagy meggyőződésem az, hogy az éneklés sokkal több, mint az, hogy csak a dallam segítségével valamit előadunk, hanem én is osztom Szent Ágostonnak azt a véleményét, hogy aki szépen énekel, ez egy fontos kritérium, az kétszeresen imádkozik. Tehát az éneklés az imádság is, és annyira beleivódik az emberbe, hogy ez elkíséri az útját. Azon a héten, abban a hónapban, meg talán abban az évben is, és a kórus találkozókon szoktunk egymástól kottákat is kérni, vagy kapni, vagy megdicsérjük egymást, vagyis hát a másik kórusokat, hogy milyen szép volt, milyen jó volt, és ezek is segítenek abban, hogy olyan énekeket is énekeljünk, amit addig esetleg nem próbáltunk ki. Itt Pakson is a katolikus testvérek énekelték az Alleluját, ami csak ebből az egy szóból áll, és aztán utána évekkel később mi is megpróbáltuk férfikarral, és férfikarral is nagyon jól szólt. Tehát megvannak ezek a kapcsolatok, és túl az éneklésen, a zenélésen emberi kapcsolatok is ilyenkor kialakulnak, elmélyülnek. Ugye, ha jól tudom, Kodály Zoltán mondta azt, hogy a zene összeköt, sőt, még ugye tovább is megy ez a gondolat, és közelebb visz Istenhez, vagy egy másik értelmezés szerint, hogy a zene összeköt, mely közelebb visz Istenhez. És ez nem csak vallásos körben és környezetben igaz, hanem egy kórus találkozón is, ahol nem csak egyházi kórusok vannak, ahogy Dunavecsén is most nem csak egyházi kórusok voltak, hanem világi kórusok, de ezek nagyon szépen kiegészítik egymást, és mindegyik a maga mondani valójával segíti azt, hogy egységben legyünk és lelkileg emelkedjünk. Szó esett itt a szép éneklésről. Te magadnak fontosnak találod azt, hogy egyénileg is képezzük magunkat, hogy fejlődjenek az emberek a zenei tehetségükben? Én úgy gondolom, hogy a kórus éneklés az erre a legalkalmasabb. Aki rendszeresen énekel kórusban, több kórusban is énekelhettem már az elmúlt években, évtizedekben, és azt láttam, hogy a rendszeres éneklés rendkívül fejleszti az ember hangját, a zenei képességét. A hangját úgy, hogy egyre biztosabban, tisztábban és szebben énekel, de fejleszti úgy is, hogy egyre jobban tudja a kottát olvasni. Minden kórusban vannak kritikus helyzetek, pontok valami miatt, és ezeken valahogy túl kell lendülni. És aki rendszeresen énekel, az ezt meg tudja oldani. És hát ez is egy nagyon nagy előny, hogy egymásra is kell figyelni, nem csak magunkra. Ezért is nagyon szeretem a kórus éneklést, hogy ott egymásra számítunk, és mindenki nagyon fontos, és mindenkire ugyanolyan nagy szükség van.
Lassan, de azért egészen biztosan közeledik az adventi időszak, és advent első vasárnap éppen december 1-ére esik, ami hát hamarosan itt lesz. És hogy készültem a beszélgetésre, az jutott eszembe, hogy évente egyszer beszélgetünk az advent jelentőségéről, úgyhogy talán idézzük fel ismét, hogy mit is jelent, vagy mi a jelentősége ennek az eseménynek. Az advent az különben az első egyházi ünnep tulajdonképpen, ezzel kezdődik az egyházi év, és ez egy összetett ünnep, talán ezért is ünnepeljük 4 hétig, mert az advent azt jelenti, hogy eljövetel, és ezeket lehet ragozni, ezeket a kifejezéseket, meg társítani ez másokat is, hogy visszajövetel, várakozás, hogy ki is jön vissza, meg kire is várunk, és hogy és mint. Bár az elsődleges jelentés az ünnepnek az, hogy várjuk az Úr Jézust vissza. A másik, ami sokkal elterjedtebb és sokkal jobban rá tudnak az emberek erre hangolódni, hogy eljön az Úr Jézus, vagyis megszületik, ugye karácsonykor ezt ünnepeljük, hogy a kis Jézus megszületett, és minden ez irányba mutat. De egy kicsit hadd beszéljek arról is, hogy az Úr Jézus eljövetele mit is jelent. Amikor az Úr Jézus itt volt a Földön, akkor mindenki azt várta tőle, hogy radikálisan fellép és valami merőben újat fog hozni. És ezzel szemben a tanítványok legnagyobb megrőkönnyödésére nem egy radikális mesterük volt nekik, vagy rabbiuk, hanem egy ilyen nagyon szelíd, nagyon kedves, nagyon aranyos valaki. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy Jézus ne haragudott volna, vagy ne emelte volna fel a hangját, vagy az árusokat ne üzte volna ki a templomból, de alapvetően mégis egy ilyen nagyon szelíd, szerény jellemű ember ábrázolódik ki előttünk, és amikor a tanítványok egyszer azt mondták, hogy hát kérjen már Jézus tüzet az égből, úgy, mint Illés, és elpusztította nem csak a Baál papokat, úgyhogy megölte őket, hanem amikor katonák el akarták fogni, hogy a király elé vigyék, és tüzet kért Illés az égből, és ott 50 katona egyszerre meghalt, megégett. Szóval a tanítványok is azt kérték Jézustól, hogy legyen már ilyen, mint Illés, ilyen radikális. És Jézus ezeket a radikális megmozdulásokat mindig visszautasította, és nem ment bele ezekbe a konfliktusokba, meg nem így oldotta meg a kérdést. És amikor az Úr Jézus meghalt a kereszten, akkor egy óriási döbbenet vett erőt a tanítványokon, hogy hát ők nem erre számítottak. Mindenre számítottak, hogy majd ők uralkodnak, meg királyi székekbe ülnek, de erre nem. És akkor Jézus, amikor meghalt, az ő története tulajdonképpen onnantól kezdődik igazából. És két eseményt szeretnék kiemelni, az egyik ugye az, hogy föltámadt, ezzel bizonyítva azt, hogy van és lesz feltámadás. Másik pedig, hogy amikor mennybe ment, akkor azt mondta előtte, hogy visszajön. Tehát a kereszténységnek az advent ezért egy fontos ünnep és üzenet, hogy Jézus visszajön, és erre készülni kell. Mint ahogy készültek arra is, hogy Jézus, vagyis a messiás, akkor így gondolkoztak róla, hogy eljön a földre. Karácsonykor ezt ünnepeljük, hogy Jézus eljött a földre, de most is ugyanígy próbáljuk átélni az eseményeket, úgy, mint 2000 évvel ezelőtt, hogy jön a messiás, jön a szabadító, jön az üdvözítő, megszületik, és először csak egy kisgyermek, aztán felnőtté válik, és amiről már beszéltem is, hogy meghal és feltámad, és stb. A készülődést azért szeretném kiemelni, mert minden egyes esemény akkor lehet nagyon szép és jó, ha arra készülünk. Ugye beszéltünk a férfikarról, viszonylag mi elég sokat készülünk, de a készülődés is egy csodálatos és szép alkalom. Van, hogy mondom a kórus társaimnak, hogyha nem mennénk sehova énekelni. Most éppen megnéztem, hogy ugye 15 év alatt vagy 150-szer énekeltünk, vagy léptünk föl, hogy ha nem mennénk sehova énekelni, én akkor is nagyon szívesen járnék egész évbe férfikari próbára, vagy vegyeskari próbára is természetesen, mert maga ez a készülődés, hogy készülünk valamire, hogy megtanuljuk az énekeket, ez nekünk jelent, azt hiszem, először legtöbbet, aztán majd akik hallgatják is. Az advent is ugyanerről szól, hogy amennyit ki tudok az advent jelentőségéből, tartalmából kihozni, önmagam számára kiemelni, én annyival fogok gazdagodni. És ezért örültem nagyon, hogy
Facebook segítségével is, meg hát más módokon is látom, hogy a csengeibe is, hogy hogy készülnek az adventre, milyen programsorozatok vannak, az egyházak hogyan készülnek erre. Tehát ez egy nagyon jó dolog, ha ilyen tartalmasan tudunk készülni. És maga a gyülekezet hogyan készül az adventi időszakra, vagy az adventi időszakban az ünnepre? Egyik oldalról mi is fogadunk vendéget adventben, ami azért jó, mert egy olyan fiatalember, tanár, lelkész fog közénk érkezni, akit mi igazából nem ismerünk, és jó lesz, hogy találkozunk vele, ő fogja az igét hirdetni, ővel fogunk beszélgetni, ő a Szorvány Missziós Bizottságnak a munkatársa, és akkor a szorványban levő gyülekezetek helyzetéről, sorsáról, lehetőségeiről fogunk beszélni. Nagyon várom, egy izgalmas dolog ez. Aztán 15-én lesz egy adventi hangverseny az Alföldön, és meghívtak oda énekelni, hogy amíg a kórus énekel, és egy kicsit pihennek, hogy ha egy-két szóló éneket elénekelnék, és ennek azért örülök, mert amikor tanultam énekelni, akkor elég sokat szóloztam, aztán ez úgy háttérbe szorult, de a kórus éneklés javára is, ezzel nincs is semmi gond. És tehát elmehetünk egy másik településre, ahol meg mi lehetünk vendégek, illetőleg így bekapcsolódhatunk ebbe az adventi zenésestbe. Aztán 22-én, december 22-én pedig Madocsán, ott minden hónap utolsó vasárnapján, de most decemberebbe kivételt képez, ilyen ökumenikus tea délután tartunk. Ami egy nagyon szép dolog, mert nem csak együtt vagyunk, különböző felekezetűek, és mindig a vendég kollega szolgál, tehát ha a református imaterembe megyünk, akkor én szolgálok, hogyha a baptista imaházba vagyunk, akkor pedig a református kollega szolgál, hanem utána van egy ilyen agapé. Egy kis teát iszunk, szendvicset eszünk, és ez azt jelenti, hogy túl az igei gondolatokon, meg a lelki feltöltődésen túl az emberi kapcsolataink is épülnek. És valahogy ezek a felekezeti határok úgy jobban eltűnnek, mert mindenki azt szeretné, hogy az adott felekezet minél jobban betöltse az egyházi küldetését, szolgálatát. Adventben is, meg természetesen adventen is túl. Úgyhogy körülbelül az adventünk az így fog kinézni gyülekezeti vonatkozásban. Madocsán a tea délutánra csak gyülekezeti tagok mehetnek, akik valamilyen felekezethez tartoznak, vagy akár olyanok is, olyan érdeklődők, akik szeretnének egy kicsit feltöltődni ebben az adventi időszakban lelkileg. Azt hiszem, hogy igen, ez egy fontos dolog és egy fontos cél. A tanév alatt tartjuk ezeket az ökumenikus tea délutánokat, nyáron ezt szüneteltetjük, mert mindenki nyaral, meg különböző helyekre elutazik. De valóban ez tapasztalatunk, és az arcokból és a személyekből ezt látjuk, hogy azért vannak olyanok is, akik mondjuk nem rendszeres templomba járók, de részt vesznek egy ilyen tea délutánon, talán ezért is csináljuk. És egy ilyen alkalomra sokkal könnyebb meghívni valakit, aki nem annyira templomba járó, mint egy olyan alkalomra, ahol a liturgiát se nagyon ismerve, az emberekkel sincs olyan ismeretségben az illető. Tehát egy olyan alkalmon venne részt az illető. Itt azonban, hogy az agapén is tudunk beszélgetni, és közelebb kerülni egymáshoz, barátságot építeni. Miért könnyebb ilyenkor megszólítani az embereket? Vagy könnyebb egyáltalán ebben az adventi időszakban, közeledve a karácsonyhoz, megtelnek esetleg jobban a templomok, imaházak ilyenkor? Hát a válaszom az, hogy igenis, meg nem is. Tehát ugye tudományosan kimutatták azt, hogy vannak olyan ünnepek, események az ember életében, amikor a csillogás, az ünneplés, az nagyon elvonja az ember figyelmét a legfontosabbról, vagy a legfontosabb célról, vagy a mi esetünkben, Istenről. És egyik oldal azt kell mondani, hogy igen, ilyenkor nagyon nehéz átadni az üzenetet úgy, hogy elérjen az adott személyhez, személyekhez, vagy közösséghez. De a másik oldala is igaz, és az adventnek talán pont ez a jelentősége, hogy az advent még az az idő,
amikor még mindenki oda tud figyelni a dolgokra. Ez még nem karácsony, csak készülünk arra, vagy készülünk az Istennel való közösség megerősítésére, szorosabb átételére. Tehát nagyon fontos az advent, mert heteken keresztül így készülhetünk. És ide hozhatom akár ugye a pedagógusokat, akik szintén akár óvodában, akár iskolában azért a programjukba beveszik azt, hogy folyamatosan foglalkozzanak, törődjenek az adventtel, mondjuk egy katolikus iskolában gyertyagyújtás szokott lenni hetente, és akkor meghívnak különböző lelkészeket, szolgálattevőket, és akkor ők ott egy néhány igei gondolatot átadva az iskola diáksága, meg a pedagógusika részére hozzájárulnak ahhoz, hogy az ige még inkább a középpontban lehessen, vagy az igei üzenet. Te magad a személyes életedben hogyan irányítod ilyenkor a fókuszt a lényegre, és hogyan próbálod meg akár a családodat is segíteni abban, hogy ne az ünnep csillogás legyen a középpontban, hanem tényleg a lényeget lássátok meg az ünnepből? Azt hiszem, hogy ez hasonlít ahhoz, amit idáig mondtam, hogy mi is az adventot már elkezdjük időben. Tehát részt veszünk olyan alkalmakon, amelyek ezt segítik. Dunakömlődön is az ottani plébána igazgató is szokott hívni adventi gyertyagyújtásra, és akkor koncertek is vannak ott, beszélgetés, forralt bor, hagymás, zsíros kenyér és egyéb dolgok. Nagyon jók ezek az alkalmak. Vagy a katolikus iskola is tart ilyen adventi udvart, amikor szintén együtt vagyunk órákat, és ott az udvaron sütik a különböző finomságokat, és ezeket megvásárolva tulajdonképpen támogathatjuk az iskolát is, tehát még egy nemes célt is takar, nem csak az, hogy együtt legyünk, együnk. Szóval csupa olyan jó dolgon vehetek részt a családdal, amit aztán magunkkal víve napokon keresztül ebből élünk. És ugyanez vonatkozik természetesen a gyülekezeti és a családi alkalmakra is. Tehát ha arra gondolok, hogy szüleim is adventre hogy készülnek, és ilyenkor őket is meglátogatjuk, az egy plusz dolog, hogy az ő stílusuk, szokásuk, lehetőségeik, szolgálataik alapján is betekintést nyerünk ebbe, meg egy kicsit részesei is válunk ennek. Tavaly nagy sikerre szervezte meg az összes nagy paksi felekezet, az adventi fesztivált, ami idén elmarad. Mi ennek az oka? Tavaly nagyon nagy elánnal szerveztük ezt az adventi fesztivált. Nagyon-nagyon sok munka, szervezői munka volt ebben, és hát nagy köszönet jár a kollégáknak, és mindenkinek, aki ebbe részt vett, hiszen nem csak a kollégák szervezték ezt. És nagyon jó volt a visszajelzés, és mi is nagyon örültünk ennek a fesztiválnak. Idén azonban közbe jött egy-két olyan dolog, akire biztosan számítottunk, és húzó név volt, hogy jön, mégse tudott jönni. Ugye most így mondom, hogy a nagy embereknél, zenészeknél, énekeseknél előfordul az, hogy olyan kötelezettségeik is vannak, amit az év elején még nem láttak, de utána meg mégis eleget kell tenni nekik, akár szerződés, akár más okból kifolyólag. És azt láttuk, hogy így már talán nehezebb megszervezni, hogyha ha késésbe vagyunk, és férc munkát nem akartunk készíteni, meg kapkodni, meg hogy valaki ugorjon be valaki helyett, vagy hogy a színvonal ne legyen olyan jó, mint amilyen tavaly volt, hanem azt tűztük ki célul, és egy ilyen lelkészi találkozón, beszélgetésen ezt meg is fogalmaztuk, hogy ugyanazt a magas színvonalat kell képviselni, amit tavaly is képviseltünk, csak azért ne szervezzünk valamit, hogy ne maradjon el, vagy meglegyen, mert azt szeretnénk, hogyha szép emlékeket, élményeket vinnének magukkal az emberek, és hozzájárulhatnánk ahhoz, amiről idáig is szó volt, hogy az advent készülés, készülődés legyen az Istennel való találkozásra, az Úr Jézus születésére, önmagunk megtisztítására és egyéb dolgokra is. Terveztek-e egyéb közös megmozdulást? Igen, azt már tudjuk, hogy jövőre a Csengei Kulturális Központban megtartjuk ezt a rendezvényt,
és nagy erőkkel kezdjük a szervezést hamarosan, és hisszük, hogy ugyanolyan jó és színvonalas lesz, mint az elmúlt évben volt. De van egy másik rendezvényünk is, ha szabad így mondani, ez a januári ökumenikus imahetünk, ami a harmadik teljes hétben szokott megrendezésre kerülni. És minden évben tulajdonképpen az adott templom, ahol vagyunk, az tele szokott lenni. És ezt azért tartom fontosnak, hogy karácsony után, az új évet követően sok olyan ember van, aki imádságban, lelki dolgokban szeretne még tovább lépni, erősödni, fejlődni, együtt lenni. És ez egy nagyon nemes és szép cél. Itt is szoktak természetesen, hogy a kórusok is énekelni, kevesebbet éneklünk, mint a kórus találkozón természetesen, de azért mégiscsak megszólalnak a kórusok, és olyan jó együtt sétálni, együtt menni azokkal az emberekkel, akik ugyan különböző felekezetűek vagyunk, de mégis ugyanazt az Isten szeretjük és szolgáljuk. Teodor, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm a meghívást. Nézőinknek is megköszönöm a figyelmet, viszontlátásra!